Testvérek, ma ideértünk az evangélium mélyére. A mai világban is az ember nem számít. Sem a magzat, sem az öreg, de a fiatal se, akit megrontanak. Elvek számítanak. Most kapott, hála Istennek, elismerést Szakó Gábor, ő is földim, Kossuth díjat, egy nagy katolikus gondolkodó. És ő már régen megfogalmazta, hogy elérkeztünk a gazdaságkorba. Gazdaságkor. És ennek a kornak a parancsa, add meg a császárnak, ami az Istené. Kérdezi a riporter, ön szerint gazdaságkor alapvetően különbözik más koroktól? Ugyanis bedeszkázta az eget, tudatosan szakított Istennel, egy Krisztus gyűlölő korban élünk. Kifejteni ezt bővebben? Ezt mondja. Az áldozat irányának megfordítása teremtette gazdaságkor kapitalista, szocialista és egyéb változatait. Tehát az áldozat irányának a megváltoztatása, hogy szeretetből másokért élek. Most fordítva, Krisztus vérét visszaváltoztatni borrá és kimérni a kocsmából. Ebből ered a valóság leváltása a szórakoztatóipar által. A művészet felszámolása, az utóbbi évtizedek izmusainak már semmi közük a szépséghez. Az értéktelenségi törvény, minél értékesebb egy munka, annál rosszabbul fizetik. Nem fizetik meg az orvosokat, nem igaz. A tanárokat se fizetik meg. Nehogy azt hidd. A papokat se, nem is kell a pénzük. Minél értékesebb munkát végez valaki, annál kevesebb a fizetése, a semmi túlhatalma is így tovább. Az antikrisztusi gazdaságkorban az abszurditás lesz a legelfogadottabb valóság. A dolgok, a fogalmak önmaguk ellentétébe fordulnak, egész más jelentenek. Az erények nevetségessé válnak, a bűnök érdemekké és léttechnikákká. Az ölésből a hazugságon és a paráznaságon át a kapzsiságig. Gazdaságkort nem az olyan első hatások veszélyeztetik igazán, mint a terroristák. Végzetüket önmagába hordja, mert a teremtés ellen önszabályozó rendszer, melynek létezője az igazsága, szépség és a jóság, és mindezek alapja a szeretet, nem pedig a félelem, és a sóvárgás, a verseny, a viszály, a mohóság, a gőg, a hazugság és a gyűlölet, nem a pokol. Testvérek, ez egy nagy leleplezés. Ma nem az ember a fontos. Az Európai Parlamentben se az a fontos, nem igaz. Az abortusz meg van engedve. Az eutanáziát meg fogják szavazni. Nem az ember a fontos, hanem az, hogy egyesek jobban éljenek, jobban tobzódjanak, milliárdosok legyenek. Ezt most már ki kell mondani. Igen. És természetesen minden abszolutisztikus országban ez volt. Hitlernek nem számított az ember, és mentek utána, mint az őrültek. Stalinnak nem számított az ember, ezért a kommunisták vedlettek át legelőször, hogy hívják, hogy hitleristává, illetve a hitleristát vedlettek át kommunistává, most pedig kapitalistává. Nehogy valaki azt mondja, hogy a Balázs atya politizált, ez nem politika, ez erkölcstelenség. A politika a szent dolog. A poliszért, a városért élek. Ez a politika. És vannak, akik szentül csinálják. Adenauer meg a többiek egész maig. És a keresztény legyen benne.